Szép jó estét kívánok mindenkinek. Kis Varga István vagyok, az Origo Ház Egyesület elnöke. Hát a vendégeket még mielőtt néhány protokollt el kell mondanom, szeretném, de nem kell bemutatnom, de azért illendőségből. Eszterhai Katalin író, művésznőt, Dévény Ildikó művésznőt, és Bartolovics Zoltán, a Cinke programunk, amely kulturális művészettel foglalkozik, művészeti vezetője. Köszönöm mindenkinek itt az elején a fegyelmezett hozzáállást a parkolási és egyéb tekintetben. Még egy szolgálati közlemény, köszönetünket szeretnénk kifejezni a Magyar Államnak és az Európa Uniónak a nyújtott támogatásért. Ez a projektünk 5 évig fut, és a korosztályok közötti hidépítés a cél, a kultúrán és egyéb más programokon keresztül. Elmondtuk mindenkinek, hogy aki úgy gondolja, tehát természetes szellőztetés van, ez a Covid vírus, ami itt van, megosztja, mindenkit megoszt. Volt, aki most itt azt jelezte, hogy nem járunk el szabály szerint. Azt gondolom, hogy aki úgy gondolja, a testhőmérés megtörtént, maszkot fel lehet húzni, és természetes szellőzést biztosítunk. Ezek után is mindenkinek szép estét kívánok ehhez a mai programhoz. És amikor egy kicsit felkészültem, akkor beletekintettem művésznő előéletébe, és akkor ugye a lábam elkezdett remegni, hogy tehát az a tisztes múlt és az a kemény élet, és az a példamutatás, hogy mindenből hogy lehet felállni, ez azt gondolom az estnek egy jelentős részét fogja itt majd megmutatni, és mindenki tud ebből példát meríteni. Szívemmel az anyanyelvemen társalgok idézet, egy gyönyörű idézet, amely azt gondolom mindennapjainkat meghatározza. Én átadom a szót, és bízom benne, hogy itt a nyáruton is jól fogjuk érezni magunkat, és hát a végén lesz természetesen beszélgetés, és mindenki itt a vendéglátáskor érezze jól magát. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, átadom a... Szép jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit itt az Origo házba, akik ellátogattak és rendre megnézik és megtekintik a programjainkat. Valamint nagy szeretettel köszöntöm még a rádió, tévé nézőket, akik most már immár több éve élőadásba követnek bennünket. Örülök, hogy eljöttek, örülök, hogy hallgatnak és néznek bennünket. Egy pici még közleményt még azért én is mondanék, hogyha itt körbenéznek az Origo háznak a termében, akkor látnak fotókat a paravánokon. Jovics Ibolya, pécsi fotósnak a kiállítása látható még jelen pillanatban, még egy rövid ideig. Körülbelül egy hónappal ezelőtt nyitottuk meg ezt a tárlatot, tehát még egy pár napig, aki akar, az még ellátogathat ide hozzánk. És nagy szeretettel köszöntöm Eszterhai Katalin írónőt. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy ilyen messziről elfáradt hozzánk. És köszönöm szépen Dévényi Ildikó színművésznőnek, hogy ezt az egész programot létrehozta, mert neki köszönhetjük az egésznek a megalakulását. Talán nem mondok azzal újat a hallgatóknak, nézőknek, akik követnek bennünket, hogy bár itt a vírus egy kicsit bezavart, mégis 2 heti rendszerességgel ugye vagyunk rendre, irodalmi estekkel, képzőművészeti kiállításokkal, népfőiskolai előadásokkal, komoly zenei, könnyű zenei koncertekkel, bábjátékokkal, színházi előadásokkal. Tehát tulajdonképpen minden, ami a művészet, minden összművészet és minden, ami kultúra. Tehát ahhoz, hogy megismerhessük a másikat, megismerhessük egymást, az bizony sokszor közeledni kell a másikhoz, és csak akkor tudjuk meg, hogy kiben milyen érték rejtőzik. Hát most, hogy egy kis értéket is kapjunk, akkor megkérem Dévényi Ildikót, hogy egy kicsit pár szóban ecsetelje azt az egész történést, és aztán utána megbeszélgetünk a írónővel az, hogy hogyan kezdte a történetet, hogyan kezdett írni, hogyan alakult az élettörténete, és mindenféle ilyen dolgokról, meg valószínű, hogy a könyvről is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szervusztok, drága életkéim! Aki ismer, az pontosan tudja, hogy életkéim, úgy szoktam hívni a barátaimat, a szerelmeimet, az ismerőseimet, a szívem csücskejét.
Akik most itt vagytok, azt hiszem, hogy mindannyian életkéim lesztek, mert le a kalappal mindenki előtt, hogy ebben a furcsa, bizarr helyzetben, amiben vagyunk, eljöttetek. Maszkban, maszk nélkül, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy itt vagytok, ez óriási dolog, higgyétek el. Minden napon előadásom a színházban, és csináljuk az Adásiba című darabot, és látjuk, hogy mennyire sokan félnek, ami szívük joguk, és nem jönnek el előadásra, mert félnek ezért azért, de ott vannak. És én ezt most először is nagyon-nagyon szeretném megköszönni nektek, hogy itt vagytok, és együtt vagyunk. Higgyétek el nekem, hogy jóban lesz részünk. Először is próbáltam készülni a Katira, azon kívül, hogy a szívem tele van szeretettel, és egyszerűen kicsordul a boldogságtól, hogy itt van velünk a Kati. Nagyon sokan, akik itt vagytok, találkoztatok már vele, olvastátok a könyveit, pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. Azoknak mondom, akik eddig nem ismerték a Katit, és nem olvasták a gondolatait, a lelkét, nem olvasták a gyöngyszemeit. Hogyha elolvassátok, akkor együtt leszünk, akkor ti is bekerültök ebbe az angyali körbe, ebbe a baráti körbe. Úgy hívjuk egymást, nagyon sokan itt Pécset, és szerintem az országban is, hogy mi vagyunk az angyalok, a Katika angyalkái. Mert annyi erőt és szeretetet ad nekünk onnan Kanadából is, teljesen mindegy, hogy honnan vagy, innen Pestől, vagy innen Bátaszékről, teljesen mindegy, hogy bárkinek bármi problémája van, ír két mondatot a Facebookra, vagy akárhova, és rögtön helyre teszi a lelkünket. Na most ti itt vagytok, és kívánom azoknak az embereknek, akik eddig ezt nem tudták, ezt a csodát, hogy éljétek meg. És akkor már most, ahogy így nézlek benneteket, már látom, hogy barátok leszünk. Most nézem, hogy mennyi új ismerős arc is van, akik eljöttek még pluszba, akikre nem is gondoltam, hogy eljönnek, és köszönjük szépen. Nem szeretnék beszélni, amikor a Katival egy hónapja telefonon beszéltünk, hogy jönne, akkor mondta, hogy ő most akkor mit csináljon, és akkor annyit mondtam neki, hogy Kati, beszélj, ne csinálj más. Ragyogjál, ahogy szoktál, és csak beszélj hozzánk, hadd ígyük a szavaidat. Én az előző könyvéből, a Szeretném még elmondani, Szerettem című könyvből szerettem volna felolvasni egy részt. Ugye ez a szeretetről szól, töményen. Ilyen vastag könyv. Ennyit a szeretetről. Szerettem volna elolvasni belőle valamit, és képzeljétek el, hogy nem tudtam választani. Egyszerűen nem tudtam választani, mert minden mondat, minden gondolat egy csoda volt számomra. Mondom, most melyik ujjamat harapja meg. Úgyhogy most hazabeszélek, és szeretnék egy olyan kis rövid részt elmondani, amikor a Kati 2 évvel ezelőtt itt volt nálam, a Tettyén laktam, és akkor alakult meg ez az angyalok csapata, és a Kati ebbe a könyvébe, képzeljétek el, hogy beleírt bennünket. Én nagyon-nagyon kívánom, hogy akik itt vannak, és új neveket hallottak, Kati, tudom, már a Hilda, már ezek a nevek már itt pörögnek az agyában, hogy egyszer majd valamikor bármelyik könyvében egyszer csak eszébe jusson itt az Origóház angyalai, akik mi most itt összejöttünk mindenhonnan. Látok itt bajait, pestieket, mindenféle városból jövő embereket, hogy akkor mi legyünk a Katika angyalai, jó? És akkor hát, ha majd egy pár év múlva majd megint itt állok, és akkor majd olvaslak benneteket, és a neveit fogom fölolvasni, jó? Ebbe egyezünk meg, és akkor most én így előszóként szeretnék a Kati könyvéből egy rövid részletet. Igen, szeretek szeretni. Szeretni öröm, mert erőt ad ahhoz, hogy akár a mesék hősei, mi is tűzön vizen át derülten, jókedvűen haladjunk végig az életen. Állítólag a kagylóban tenger zúg. Az a tenger, ahonnan kihalázták, hát az én szívemben is élénken él annak a varázslatos estének a hangulata, aminélkül ma szegényebb lennék. Az elmúlt nyáron hetekig Pécset voltam, ápoltam az én szép anyósomat. Az ápolás mellett volt időm találkozni néhány ismerőssel is, akiktől kilométerekben mérve messze kerültem, de lélekben nagyon is közel maradtunk egymáshoz. Az a varázslatos este, amiről mesélni szeretnék, Dévényi Ildikó színművésznő kertjében köszöntött rám. Ildikót több mint 30 éve ismerem, becsülöm, szeretem. Köszönöm. Mindkettőnk életében ott van a világ, az a világ, amelyről sokan csak álmodnak, ami, ha akarjuk, csodává épül,
de az ő lelkébe a közelmúltban töv is került, ami miatt esténként sokáig feküdt álmatlanul, kellettek azok, akik szeretettel veszik körül. Azon a párfümillatú estén ott voltam a barátai között, csak ültem és figyeltem. Fölöttünk a csillagokkal borított ég, és a hold ezüst bevonta a kertet. A szelíden reereszkedő csendben éreztem a szívek dobogását. Arra gondoltam, milyen csoda is az érző szív, milyen tökéletes iránytű. Oda vezeti az embert, ahol egy másik ember várja. Csoda, mert megsejti a barátaink keserveit, és segít felejteni. Azt mondják, úgy vagyunk megalkotva, hogy egy darabig növekszik bennünk a bánat, a keserűség, az üröm, és végül nem bírjuk tovább magunkban tartani, meg kell, hogy osszam valakivel, hogy meggyógyuljunk, hogy könnyebb legyen. Ezért is kellenek a jó barátok. Ez nektek szól. Sokan voltunk ott a kertben. Valamennyiünket körülölelt az álmok nyugalmas és biztos levegője, és különös varázslatos dolgokról meséltünk. Szinte tapintható volt a szeretet, a túlcsorduló reménység a jóban. Úgy éreztem magam, mintha léghajón utaznék. Képzeletem, mint egy szerte röppenő méhraj elszabadult, és az jutott eszembe, nem az a fontos, hogy meddig élünk, hogy meddig lobog vérünk, hogy csókot meddig kérünk és adunk, hanem az, hogy volt egy napunk, amiért érdemes volt élni. Én hiszem, olyanok vagyunk, ahogy a szívünk gondolkodik. Lehet, hogy az eszünk mindig újat akar, de a szívünk mindig ugyanazt. Vágyik a szeretetre. A baj az, hogy a legtöbbször nem hallgatunk rá, pedig ha odafigyelnénk arra, hogy mit is akar, ha időnként csendben maradnánk, és kivennénk magunkat az időből, meghallanánk a füllel nem hallhatót. De a sietségben nem értjük meg a saját szívünk hangját, sem azokét, akik mellett elhaladunk, mert a rohanásban minden összekuszálódik bennünk. Igen, azon a mágikus estén jó volt nem sietni. Éreztük a lágy varázslatot. Mindannyiunknak másként szólt a lelke, a szívünkben, mint a kis óraművekben tiktakolt a szeretet. Annyira szép, tiktakolt a szeretet, köszönjük. Versek jutottak eszünkbe, szerelmes, szerethető versek. Angyal vagy é, ki lelkem óvja. Kérdeztük búcsúzóul egymástól. Amikor visszamentem anyosomhoz, már aludt. Odaálltam a nagy tükör elő, és elmosolyodtam. Angyal akartam lenni. Ildikó barátai azóta az én barátaim is. Tímea, Orsolya, Zsolt, Melinda, Csaba, Ibolya, Fatime, Anna, Zoli, sorolom a neveket, és közben látom az arcukat. Szép dolog az, ha az emberek boldogok, nevetnek, kedvesen beszélnek, kinyílnak, mint a rügyek. Csupa öröm körös körül. Kezükben a mesebeli varázspálca, elég egy suhintás, és minden bánat elszáll. Tudják, élni nem lehet csak úgy kutyafuttában. Minden pillanatban szerető szívvel kell élni. Egy percet sem vesztegetve. No, hát ennyit röviden Katiról, hogy fölvezessem az ő kis lelkét, meg az angyalságról, jó? És akkor most hallgassuk nagy szeretettel Eszterhai Katalint. Jó estét kívánok! Az én szívem tele van szeretettel. És hogyha egy pillanatra egészen csöndben maradunk, akkor különleges zenét fogunk hallani. Tam-tatam, tam-tatam, tam-tatam. Ez a szívünk zenéje. És azt mondják, aki zenével jött a világra, annak minden sikerülni fog. Valamennyien zenével jöttünk a világra, mert anyánk méhében ezt a dalt hallottuk, ezt a zenét hallottuk. Tam-tatam, tam-tatam, tam-tatam. Néhány hétig, amikor még sem kitapinthatók, sem észre nem vehetők voltunk, ezt hallottuk. És egy idő után ez a zene súgott, és azt mondta,
kapaszkodjunk össze. És a mi szívünk is verni kezdett. Tamtatam, tamtatam, s együtt szólt anyánk szívével. Hát én így születtem. Anyám szíve azt a zenét játszotta, és azt ígérte nekem, bármi lesz az életbe, sok mindent szerethetnénk, nem biztos, hogy minden sikerül. De amiben hiszünk, és amit igazán szeretnénk, és amiért teszünk is, az mindig sikerül. És én most olyan boldog vagyok, hogy ennyi fantasztikus ember ül itt, és tudom, hogy mindenkinek valami sikerült az életbe. És azt is tudom, hogy valamennyiünknek, amíg még élünk itt, ezen a földön, minden sikerülni fog, hogyha akarjuk. Hogyha hallgatunk a szívünkre, ha a szívünk útját járjuk. Mert annyiféle út van előttünk, olyan könnyen azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy sikerül, de soha nem szabad feladni. Mert olyan nincs, hogy mindig minden rossz legyen. Olyan nincs. És hogyha hiszünk abban, hogy mi értékesek vagyunk, hogy bennünk van egy láng, amit az élet lángjának hívnak, és ez mindenkiben benne van, és engedjük magunkat ragyogni, akkor gyönyörűek vagyunk. Akkor egészségesek vagyunk, szebbek vagyunk. Nagyon nagy szerencse ért néhány pillanattal ezelőtt. Egy olyan bókot kaptam, amit eddig én még soha nem hallottam. És hogyha megengedi, akkor elmondanám, hogy mi az, amit én hallottam. Azt kérdezte tőlem a tisztelt költő úr, hogy tudom-e, miért van ez a két lyuk az arcomon? Nem tudom, hogy valaki tudja-e, akinek van két ilyen kis lyukacska az arcán, amikor nevet. És akkor azt mondta, hogy ha jól emlékszem, és pontosan szeretném idézni, hogy amikor megszületett, akkor Isten itt megfogta az ujjával az két arcát, és rápaskolt a fenekére, és azt mondja, hogy elég szép vagy, mehetsz. Ugye? Így szólt a dolog. És ez nekem azért tetszik nagyon, mert hát én nem egészen így születtem, de most muszáj, hogy elhiggyem, hogy már akkor is így volt, mert én 45 dekával születtem 6 hónapra, és egy csomóba gyűrődött, a kismacskánál sokkal kisebb voltam, és hát azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy én egy nem akart gyerek voltam, de hát van ilyen az életben, ugye? De hát azt szokták mondani, hogy az ember kérdez, Isten végez, ugye? Isten azt akarta valószínű, hogy nekem meg kell maradni, és meg kell, hogy mondjam, hogy én annyira emlékeztem arra, hogy amikor én megszülettem, különleges éjszaka volt. Én 49. február 12-én születtem, és a csillagos ég, mint a repülőpályák, kivilágított volt. A csillagok csak úgy ragyogtak. Tudom, hogy most azt kérdezhetik, hogy hogy emlékezhet egy 6 hónapra született gyerek. De én akkor még nem tudtam eldönteni, hogy én itt szeretnék maradni, vagy a kifényezett, kivilágított úton a lelkem elinduljon, és eljusson a csillagokig. Csak hogy láttam az én gyönyörű anyámat, aki olyan szép volt, és itt tudom, hogy van néhány ember, aki emlékszik az én édesanyámra. Különleges, ritka, szépségű, okos, gyönyörű nő volt. És én annyira akartam az ő lánya lenni. Én nem akartam a csillagok lánya lenni. Én meg akartam tapasztalni a hétköznapi életet, és nagyon hálás vagyok, hogy megkaptam ezt a hétköznapi életet. És önöktől most, és Ildikótól, és a vendéglátóimtól egy óriási feladatot kaptam. Azt kell gondolnom, hogy az a dolgom, mint az egyiptomi fáraóknak. Tudják, mi volt a dolguk az egyiptomi fáraóknak többek között? Hogy minden reggel kiszaladtak, és fölrakták a napot az égre, hogy ragyogjon. Hát ma este nekem mindjárt lemegy a nap, de az lesz a feladatom, hogy fölrakjam a napot, vagy lehet, hogy a csillagokat, jó? Megegyezünk, hogy ki meddig bírja, és beszélgetünk. Szóval tiszta szívből köszönöm. Gombor Szidónia itt ül velem szemben?
Nem? Akkor tévedtem. Tiszta szívemből köszönöm, hogy időt szánnak rám. Ez a legnagyobb ajándék, amit ember adhat a másiknak. Mert mindent meg lehet venni, mindent el lehet intézni, de három dolgot nem lehet megvenni. Időt, ezt vissza se lehet adni. Tehát akire időt szánnak, az szeretve van. Hát köszönöm ezt a szeretetet, és én szeretném, ha tudnák, hogy ez a szeretet visszajár, visszajut önökhöz, mert én a szívembe zárom önöket, és zártam már nagyon sok embert itt. Tehát az időt, a szeretetet és az egészséget. Ezt nem lehet megvenni. És a legtöbb ember ott hibázik, ugye, hogy próbálja egész életében, dolgozik azért, hogy mindene meglegyen, csak elfelejti az egészségét. És amikor már mindene megvan, mindent odaadna, hogy az egészségét visszakapja. És ugyanígy vagyunk a szeretettel is. Mert a szeretet mi más, mint az, hogy az ember kinyitja a lelkét, és azt mondja, hogy ó, ma kiszaladok reggel, és megnézem, hogy kék-e még az ég, és hogy odafigyelek, hogy a másikhoz odahajolok. És nem azt próbálom nézni, hogy mennyi hibája van. Nem is úgy néz ki, ahogy én szeretném. Hanem azt nézem, hogy Uram Isten, hát csillag van a szemében. Hát nem gyönyörű, hogy szép a hangja. Hogy jó ott mellette lenni, mert valami olyat sugároz, amitől én jobbnak érzem magam. Sokkal szebb így az élet. Hát amikor én megszülettem, akkor mivel annyira pici voltam, hogy engem nem lehetett megölelni, engem nem lehetett ölbevenni, és az én anyukám a sparhelt sütőjébe, a tepsibe tartott 8 hónapos koromig, hogy emberformám legyen. És akkor ott, abban a sütőben az ember sok mindenen elgondolkozik, hogy vajon mi is vár rá, mi is amit szeretne. És én akkor eldöntöttem, hogy én meg szeretnék maradni, és megmaradtam, hál' Istennek megmaradtam. És azt kell, hogy mondjam, hogy az élet az arról szól, hogy meg kell harcolnunk mindenért. Nekem meg kellett harcolni azért, hogy most itt állhatok önök előtt, és nem bánom. Nagyon nem bánom, mert minden nap akadt valami, ami gazdagabbá tett. Azt szokták mondani, hogy minden gyereknek paradicsomi, gyönyörűséges, szép élete van, és olyan vidám mindenki, és így szerettek, úgy szerettek, amúgy szerettek. Én bevallom, én nem tudtam elmondani azt. A mi házunkban nem volt ilyen dolog, nem is hallottam soha, hogy nagyon hosszú ideig nem hallottam azt, hogy szeretlek kislányom. Nem azért, mert az én édesanyám rosszabb lett volna, mint bárki, sőt. De ő porig égett, őt nagyon megviselte az élet, és azt szokták mondani, az ember akkor jó, ha jó világ van. Hát nálunk nem volt jó világ. És ettől, azt hiszem, hogy ettől volt az, hogy az édesanyám, amikor vert, amikor büntetett, amikor eltolt magától, mint egy széket, az azért volt, mert nem volt jó világ. Csak hogy ez a ridegtartás, hogy úgy mondjam, ez nekem kifejezetten jót tett. És tudják miért? Mert megteremthettem azt a világot, ami bennem van. Azt szokták mondani, aki a szivárványt szeretné, annak szeretni kell az esőt is. És én szerettem azt az égzengést, szerettem azokat az időszakokat, most így felnőtt fejjel mondom, persze, mikor gyerek voltam, nem így volt. Szerettem a villámlásokat, mert nekem csak egyetlen égbolt volt, és az volt az én édesanyám. És most, hogy megírtam ezt a könyvemet, ez az a címe, hogy Csillag lettél. 42 levelet tartalmaz. Azért tartalmaz ezt a 42 levelet, mert a tibeti halottas könyvek szerint a léleknek 42 napra van szüksége ahhoz, hogy a földi életet elhagyva megtalálja a helyét a más világon, ahova mi csak akkor jutunk el, ha már innen elköszönünk. Csak hogy azt szokták mondani, nem jó dolog az, ha az ember adósságot hagy maga mögött. És én úgy érzem, hogy mind a ketten bilincseket raktunk egymásra.
Mindenki elkövetheti ezt a hibát, és nagyon sokszor nem oldjuk fel ezeket a bilincseket, és egyikünk vagy másikunk úgy távozik, hogy adósságot hagy maga mögött. Én adós vagyok édesanyámnak, mert amikor én gyerek voltam, akkor én tomboltam és kértem, hogy hagyd a dagadt ruhát másra, engem vigyél föl a padlásra, ezt mindenki ismeri, ezt az idézetet. És egy gyerek akarja, hogy szeretve legyen, akarja, hogy vigyázzanak rá, akarja, hogy jó legyen neki, és akkor nem törődtem azzal, hogy hát miért is van az, hogy nekem nehéz gyerekkorom volt az én szememben, én ilyennek láttam. Emlékszem, édesanyám spárgát kötött a bokánkra, nekem van egy nővérem, és van egy húgom is a későbbi házasságából, mert az én apám meghalt, én nem ismertem az édesapámat, és abban a faluban, ahol laktunk, ott nekünk nem volt a legjobb életünk, és nem is szívesen emlékszem vissza azokra az időszakokra. 10 éves koromig éltünk egy döngölt földes vályokházban, és ez olyan jó dolog volt, mert akárhány házba bementem, mindenütt volt egy falvédő. Emlékeznek még azokra a falvédőkre, amelyeket kihímeztek. Nálunk is volt. Anyukám hímezte, és az volt ráírva, hogy minden gyerek, aki nevet, annak az édesanyja boldog, és a szíve tele van szeretettel. Hát nekem, mikor én ezt elolvasták nekem, hogy mi van a falvédőre írva, hát akkor én állandóan csak nevettem, de ez a nevetés már olyan volt, hogy többet sírtam, mint nevettem, mert tudják, hogy olyan vékony a határ a nevetés és a sírás között, hogy egyik a másikba pillanatok alatt átcsap. Hát én rengeteget sírva nevettem, vagy nevetve sírtam, mert anyuk azt akartam, hogy az én édesanyám boldog legyen, hogy szeressen engemet. És az édesanyám biztos, hogy szeretett, de neki gondja volt, mert el kellett menni, dolgozni, megkeresni azt a kenyeret, megteremteni azt a holnapot, ami nekünk kellett. És spárgát, zsinort kötött a bokánkra, és kikötött az asztal lábához. És úgy hagyott bennünket, és egyszer bosszút álltunk. A nővérem, aki nagyon-nagyon-nagyon harcias teremtés volt, és gyönyörű, szép szőke, mint édesanyám, azt mondja, te Kati, most megbosszuljuk ezt. De hát én ekkorka voltam, megbosszuljuk anyámat. És akkor mit csinált? Azt mondta, te leszel a katona, én leszek a tábornok. És nekünk volt néhány családi hagyaték, porcelánok, gyönyörű, rózsás, csipkés, herendi, amit akarunk, mindenféle. És akkor abba a döngölt földes házba, mert mi egy kitelepített család voltunk, tehát a porcelánok nem kellettek senkinek. És akkor én hordtam neki az asztal alá, ameddig a zsinór engedett, ő pedig előkereste a ház egyetlen kalapácsát, és így gyönyörűen összetörtünk mindent, és megjött anyukám, és mint a zsák, amelyik üres, és fölállítják, így összeesett, és akkor csak kiabált, és megfogta az utolsó bögréket, és a földhöz vágta, hogy akkor pusztuljon mindegyik, és akkor a nővéremet magához az ölébe vette, és együtt sírtak. És nekem annyira kellett volna egy hazai, egy kis hazai, hogy én is ott sírhassak közöttük. De engem így eltolt. És akkor kezdődött az én új életem. Akkor azt mondtam, hogy a porcelánok nem érdekesek, mert arra semmi szükség, a helyet mindig lehet venni valamit. De az összetört szívet, az összetört álmokat, azt össze kell szedni, össze kell ragasztani. Én emlékszem, a falunkban jöttek a drótos tótok. Nem tudom, nekem itt van az unokatestvérem, Cserepes Annus, állj föl egy pillanatra. Így van. Nem láttuk egymást 60 éve. Na, ez a szeretet. És voltak, jöttek időnként a faluból drótos tótok, akik kiabáltak, Cserepet, összedrótozzuk Cserepet, ide, meg a lyukas fazekakat megfoltozták. Hát én akkor úgy éreztem,
hogy nekem szükségem van egy drótos tótra. És ez alatt a 71 év alatt, amit már megéltem, bizony nagyon sokszor szükségem lett volna egy drótos tótra. Hogy összefoltozza a lelkemet, hogy újra maradjon meg olyannak, amilyennek én teremtődtem. Azt hiszem, hogy én, amikor sorba kellett állni az embereknek a szeretetért, én legalább ötször visszamentem a sorba, mert akartam minél többet, hogy ide belém plántálja, mert hogyha több van bennem, többet tudok adni. Én nagyon szeretem az életet, én szerelmes vagyok az életbe. Én nagyon szeretem az embereket, és én annyi jót kaptam, annyi jót az életben, még akkor is, ha többször sírtam néha, mint ettem, hogy én ezt a jót vissza szeretném adni. És ahogy öregszem, egyre inkább úgy érzem, hogy tele van a szívem ezzel a szeretettel, amit tovább kell adni, különben olyan, mint mikor forraljuk a tésztalét, és belerakjuk a tésztát, és így kicsapódik. És az én szívem úgy érzem, hogy tele van szeretettel, és én nagyon sokat köszönhetek annak a gyerekkornak, amire mások azt mondják, hogy rémálom. Mert tényleg néha én nem tudtam, hogy álmodom azért olyan rossz, és csak az álom, vagy pedig a saját életem, amit annyira szerettem volna, hogy csak egy rémálom legyen. De ezt tett gazdaggá, ezt tett erőssé, és megengedte azt nekem, ami egy külön ajándék, és ezt tiszta szívemből kívánom mindenkinek, megengedte, hogy tudjak álmodni, hogy tudjam szeretni azt a világot, megtaláljam benne a szépet. És én ezt annyira szerettem volna édesanyámnak odaadni, hogy tudja, milyen ez az érzés. És mikor tanultam meg először, és mikor hallottam először ezt a szót, hogy szeretlek? 7 éves voltam, és tetves a nővéremmel együtt. És anyukám olyan mérges volt, petróleummal mosta a hajunkat, a tetvek meg csak egyre inkább éltek, és akkor anyukám kopaszra levágta ő így a hajunkat, és a nővéremmel ott állunk a tükör előtt, én sírok, ordítok, mert akkor a fejem, amúgy se voltam egy szép lány, később sikerült, igen. És akkora volt a fejem, mint egy luftballon. És akkor csak ordítottam, és sírtam nagyon, és akkor odajön az én testvérem, megfogja a kezemet, így, és állunk, és azt mondja, hogy na, most már mindenki kell, hogy szeressen bennünket, mert olyanok vagyunk, mint Rákosi Mátyás. És akkor elénekelte azt, hogy gyertek rózsák ligetre, ligetre, szórjunk virágot Rákosi elvtárs elébe. És akkor megfogja a kezemet, így átölel, és azt mondja, te Kati, én kopaszon is szeretlek. És ez a bizsergető érzés, ami akkor bennem volt, ez itt maradt, szóval most is érzem, és úgy szeretném, ha tudnák, hogy ez a szeretet. Amikor megszűnik a közömbösség, amikor úgy érezzük, hogy milyen a világ, hogy számítunk, hogy értékesek vagyunk, hogy szeretve vagyunk. Hát ez valami csodálatos érzés. És a nővérem ezt nem hagyta abba, mert akkor jött a gyógyszer. Azt mondja, hogy Kati, én majd széppé varázsollak. Hát ez a mese, hú, hát teljesül a kívánságom, szép leszek, kopaszon, tetvesen, mindegy. Azt mondja, én tudok egy módot. Előkapta a zsíros bödönt, pucéra vetkeztetett és bekent zsírral, utána elővette a lisztet, így megszórt. És ott én, jól mondom, gyönyörű vagyok, és hazajön anyukám, és azt mondja, hogy Jézus Mária. És azt mondja, Edith meg odasukja, hogy szép vagy, ne higgy neki, szép vagy. Na most, hát ez nem egy fantasztikus útra való? Az ember elhiszi. És amikor nagyon sírós voltam, akkor még valamit csinált, és ez olyan gyönyörű volt. Hogy honnan volt az én nővéremnek szalvéta gyűjteménye, de bizonyára sokuknak volt,
én spárgát gyűjtöttem meg kavicsokat, de a nővérem gyönyörűséges, olyan gyönyörű szalvétái voltak hát az én szemembe. És minden alkalommal, amikor én sírós voltam, akkor elővette a fésűjét, rárakott egy szalvétát, a legszebbet mindig, és kezdte, hogy zizi, 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 és mint egy üvegtücsök hegedült, fújta a szájharmonikát, mondom, a fésűt, és én meg forogtam, és akkor úgy éreztem, hogy repülök. És ez egy csodálatos érzés volt. És a repülni vágyás, az mindig bennem volt. Én nagyon szerettem volna repülni. És ennek, ez nem véletlen, nem véletlen. Ancsa biztos emlékszik rá, hogy volt a falunk határában egy vályogvető gödör. És a vályogvető gödörben állít, oda nem lett volna szabad mennünk, ó, nem szabad menni, mert az ott lehúzza az embert, sok baj van, de halak voltak benne állítólag. És mi meg akartuk nézni a halakat testvéremmel. Ő hajlamos volt nekem mindig irányt mutatni, hogy na ez az, amit meg kell csinálnunk. És elmentünk megnézni, és egy a legelő réten kellett keresztül menni, és volt egy nagy fa, és nagyon nagy vihar jött. De komoly felhők, és csapkodott a villám, és borzasztó volt, és mi csak ott álltunk, és a fa egyik ága így letörött, és akkor láttuk, hogy egy ilyen nagy madár repül fölöttünk. És azt mondja Edith nővérem, hogy gyere, Kati, ide, bújj ide a hónom alá, mert elvisz ez a nagy madár. Ez a sas. És akkor én odabújtam, gyorsan becsuktam a szememet, és nem mertem mozdulni, mert nem akartam, hogy elvigyen. És csak ott álltunk, és amikor a vihar elmúlt, akkor hazamentünk, és én tudtam, hogy nagyon meg fognak verni. Mármint egy édesanyám meg fog verni, mert rosszat csináltunk. És nem vert meg. Ami egy ritka dolog volt. Nem vert meg, és azt mondta, én elmondtam, és én sírtam, mert annyira örültem, hogy együtt vagyunk, hogy biztonságban vagyunk, és akkor elmondtam, hogy láttuk ezt a sast, és hogy féltem, hogy elvisz. És akkor azt mondta anyukám, elmesélte, hogy a sas egyszer, egy kis sas kiesett a fészekből, és megtalálta egy ember, és hazavitte, és a Baromfi udvarban ült föl a sas. És a tyúkanyó elhitette a sassal, hogy csirke, hogy nem tud repülni. És azt mondta, de ti mind a ketten sasok vagytok, mert az én lányaim vagytok. És akkor elmondta, hogy a sas az egyetlen madár, amelyik viharban nem keres fészket, nem bújik el, hanem fölszáll a felhő mögé, és onnan nézi a világot, mert a felhők fölött mindig kék az ég. És elhitette velem, hogy sas vagyok. És rajzolt egy papírra, egy barna csomagoló papírra két szárnyat, nekem is, meg a nővéremnek is. És én ezt elhittem, hogy én tudok repülni. És ha most megengedik, akkor szeretnék egy részletet elolvasni a könyvemből, ami ehhez kapcsolódik, hogyha még van idejük, hogyha szívesen meghallgatnák. Megtehetem? Köszönöm. Rám kell szólni, mert nem szeretném, hogyha túl sok időt vennék igénybe, de ezt bármikor abba tudom hagyni, tudom folytatni, úgyhogy érdemes velem alkut kötni. Ez a tizedik levél. Szépen egymásra rakódnak bennem a képek. Kékmadaras, mesemámoros csodák, álmok, amelyeket viharvert életem darabjaiból formáltam meg, amelyek azóta tartják bennem az egyensúlyt. Mi sokáig egy helyben topogtunk, erre kényszerítettek a körülményeink, de abban a döngölt padlós vályogházban, ahol gyerekként éltem, elhitettem magammal, hogy jövőbeli életem a szobakonyhán túl kezdődik. Még ma is hiszem a költő szavát, hogy van élet és egyéniség, hogy zajlik a nagy színjáték, és te is hozzáírhatsz egy sort. Elhittem, amit mondtál, hogy sas vagyok.
az egek királya, és nem akartam a baromfi udvarban maradni, mint a mesebeli sas. Én repülni akartam. Emlékszel? A házunk mellett ott állt egy rozoga létra, amin egyik nap összeszorított fogakkal felmásztam a tetőre. Féltem, nagyon féltem, hogy lezuhanok, mert túl nagy volt a távolság a létrafokai között, és alig tudtam kapaszkodni. Amikor felértem, szájtátva álltam a ragyogó kék ég alatt, és ámultam, hogy milyen más onnan a világ. Körös körül a háztetők, messzebb a legelő, a vályogvető gödör fényes vize és a templom tornya. Mind a két karomat kinyújtottam, mintha szárnyaim volnának. Az angyalokra akartam hasonlítani, mert azt mondták a falu öregjai, hogy az angyalok mindent meg tudnak tenni, amit csak akarnak. Hallottátok, angyalok? Mindent meg tudnak tenni, amit csak akarnak. Senki emberfia nem volt körülöttem, csak a nagy csönd mindenütt. Én meglendítettem a karomat, arra gondoltam, ha ledobnám magam, biztosan magasra tudnék szállni, mert te azt mondtad, sas vagyok. Tűzött a nap, az ég ragyogó kék volt, és azt éreztem, hogy a testem felemelkedik. Képzeletemben repültem a napfényes levegőben, úgy, mint egy madár. Enyém volt a lassú szellő simogatása. Hallottam a rebegést, és egyszer csak önfeledten kiabálni kezdtem örömömben. Mert ha az ember felér valaminek a csúcsára, akkor olyan lelkesítő érzés, vad érzés fogja el, hogy rikoltozni szeretne. Vagy énekelni, vagy kinyújtott karokkal felrepülni az égbe. Nem, nem repültem, csak elhittem, hogy tudok. Lábujjhegyre emelkedtem, miközben előre dőltem, a szél meglobogtatta a hajamat, és elfelejtettem minden bajomat. Nem tudom, meddig voltam a tetőn. Feltámadtak bennem a szavaid, mintha visszhangot vettek volna. Megálltak a levegőben, és mindegyik duplán hangzott. Sas vagy, sas vagy, sas vagy, sas vagy. Elképzeltem a felfoghatatlant, és elhittem. Később éreztem, hogy a szandálom talpa megcsúszik, visszafojtott lélegzettel. Négy kézlábra ereszkedtem, és szép lassan araszolva a tetőpereméhez értem. Amíg lemásztam a létrán, bevallom, az volt a legnehezebb. Mint valami dallam, zsongott bennem. La-la-la, tudok repülni, la-la-la, tudok repülni, la-la-la, tudok repülni. Amikor meghallottad, mert hát nem maradt sokáig titokban, hogy a tetőn bontogattam a szárnyaimat, és rikoltoztam, nem bántottál. Csak annyit mondtál, ahhoz, hogy elhidd, hogy tied lesz a világ, nem kell, hogy a tetőre mász, csak itt bent, és rátetted a kezedet a szívemre. Higgy benne. Közel hajoltál hozzám, hosszú, mély lélegzetet vettél, és azt láttam a szemedben, könnycsepp ragyogott. Azután a nap után még sokáig akármivel is foglalatoskodtam, akármire is gondoltam, a tudok repülni dallam ott volt bennem. Olyan volt az érzés, mintha azt a párna alakú, barack színű sejemcukorkát szopogatnám, amit néha-néha kaptunk, bársonyosan széttolvadó, édes. Én úgy vagyok berendezve, mint egy ház. Van bennem egy konyha és egy tiszta szoba. A hétköznapi dolgok, a munkával kapcsolatos gondok mind-mind a belsőm konyhájában játszódnak le. Olvasni, zenét hallgatni, írni, az emlékeimmel bíbelődni a tiszta szobámban szoktam. Most is ott vagyok, és előjön bennem ma is a régi dallam. A szívem színültig tele van, el nem mondott hálával, mert lányodként nem gyémántot kaptam tőled, de egy maréknyi termőmagot. Megkaptam a teljes életélményét, sírást, nevetést, és azt, hogy a szívemben helyet csinálhattam a csodáknak. Bevallom, amikor lemásztam a létráról, és eléd álltam, riadtam, vártam a büntetést. Én a sas, aki határtalan égből jöttem vissza, féltem, hogy megnyesed a szárnyaimat, elnémított bennem a dalt. De nem tetted. Letörölted a könnyeimet, és a fülembe sugtad. Nem azért születt. Tél, hogy földhöz ragadt legyél, és megigazítottad a lekonyult szárnyaimat, és meséltél arról az emberről, aki minden nap órákig nézte a messze fölötte szálló madarakat. Lélekben ott volt a sirályok között, és arra az időre elfelejtette az egész földi világot. Elhitte, hogy tud repülni, és bekövetkezett a csoda. Szíve felemelkedett, és úgy repült, mint egy sirály.
amikor egyesek megpróbálták meggyőzni arról, hogy ez lehetetlen, a jó tündér odahajolt hozzá, és a fülébe súgta. Nem tudhatod, mire képes az emberek hitetlensége. Soha meg ne rendüljön a hited abban, hogy tudsz repülni. Az élet varázsa azóta is teljes sebességgel röpít, és elmondhatom, a legtöbbször a föld fölött járok, a realitás talaja felett lebegek. Persze ez nem lebegés, nem az a lebegés, amit a híres szentek és a különleges képességi médiumok tudtak. Nem, én nem vagyok ott abban a sorban, ahol Kopertinói Szent József, Avilai Szent Teréz, Szent Domonkos, Szent László, ők valamennyien valóban képesek voltak méterekre felemelkedni a földtől, szabadon szállni. Azt mondják a hozzáértők, hogy különleges adottságukat a hitüknek köszönhetik. Annak, hogy nem voltak ég nélküliek, hogy nem kételkedtek a természet felettiben. Neked köszönhetően hiszek a felfoghatatlanban. Még ma is gyermeki örömmel mélyet szippantok az élet mámorából, szinte észre sem veszem, és a szívemmel már is szárnyalok. Repülök, mert tudok örülni, sírni, szeretni, mert a szívemnek vannak érvei. Több embert ismerek, akinek szárnya van, igenis szárnya, csak nem szoktak erről beszélni, nem is lenne helyén való. Még viselni is csak rejtve szokták, zakó, kabát vagy blúz alatt. Elvégre nem lehet fedetlen szárnyakkal villamosra szállni, még akkor sem, ha nincsen tábla, amely kimondaná. Szárnyakkal felszállni tilos. Ismerek olyanokat, igen, ismerek, akik földre szállt angyalok. Nekem is ilyen volt Juliska néném, apám testvére, akit te is szerettél, aki vak volt, mégis mindent látott, mert a szíve szemével látott. Amikor gyerekként elátkozva felemás érzések közt ég és föld között lebegtem, megtanított várni a holnap boldog pillanatára, az álmokat hozó varázsmesékre. De szeretném, ha tudnád, a te helyed a szívemben betöltetlen maradt. Fényképed itt van az asztalomon, naponta szembenézek veled, számomra te mégsem egy arckép vagy, te az anyám vagy, és a történeteidben keresem magamat. Hordozom a múltadat, ami szép lassan beépül az enyémbe. Azt mondják, ember csak ember tud földhöz kötni, te pedig már szabad vagy, látod magad alatt az egész világot, az, hogy milyen is az a menny, ahol az angyalok vannak, az élők számára titok, és a titok rejtve marad egészen halálunkig. Tudom, ha majd zuhanok, kölcsön adod a szárnyaidat. Odahajolsz hozzám, és a fülembe sugod, mint a tündér a mesében. Nem tudhatod, mire képes az emberek hitetlensége. Soha meg ne rendüljön a hited abban, hogy tudsz repülni. És ne feledd, nem is földre száll az, hanem fel az égbe, kinek százezer szárny csattog a szívébe. Most virágot és dalt küldök neked ebben a levelemben, ide-oda hajladozó, illatozó virágot, azért, mert hagytad a magam életét élni. És ha még mesélhetek arról, hogy szeretnék tudni, hogy miért lettem én író. Én őszinte vagyok, én nem tudom, hogy én író vagyok-e. Én nem tudom, egy író mit csinál. Én csak írok, engem a lelkem vezet. És megtanultam gyerekkoromban azt, hogy a mesevilág az az enyém. A mesében minden jó. A jó elnyeri nyugdalmát, a rossz megkapja a büntetését, és ha nem adjuk fel, mindig minden sikerülhet, mert nem az a fontos, hogy mi történik velünk, hanem az a fontos, hogy mit kezdünk azzal, ami történt velünk. Én 2014-ben megvakultam, akkor már Kanadában éltünk, hát már 33 éve Kanadában élünk, és azt mondta egyszer valaki, hogy ha túlságosan szeret valaki akárkit, az már az Istenek nehezen viselik, mert akkor már az túl sok.
Hát én nagyon szeretem a családomat. Nekem itt van az én fantasztikus férjem, és úgy szeretném, ha fölállna egy pillanatra. Most ki fogok kapni, ha hazamegyünk, ez egészen biztos, mert ő nem szereti azt, hogy csak egy pillanatra vedd le a maszkodat, csak egy pillanatra. Úgy hívják, hogy Lajtai György, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy nekem megadatott az a földi érzés, hogy itt vagyok ezen a földön, és mégis úgy érzem, hogy a mennybe vagyok. Ezt most komolyan mondom. Én nagyon sokat jártam, meg járok Olaszországban, mert munkámból adódóan ez az én helyem, és Campaniában van egy gyönyörűséges kis város, és minden olyan perfekt, minden olyan tökéletes. És egyszer megkérdezték tőlük, hogy mi történik akkor, hogyha a világ vége van? És hogyha itt minden elvész, és minden eljön az utolsó ítélet, mi lesz? És ők azt mondták, hogy semmi, ugyanolyan lesz, mint minden másik nap, mi már a paradicsomban vagyunk. Tehát én is úgy érzem, hogy én már a paradicsomban vagyok, és ezt tiszta szívemből mondom, én nagyon kívánom mindenkinek. Na szóval én azért lettem író, ha milyen nagy szó ez, micsoda felelősség kimondani ezt. Nem, én azért tudok mesélni, mert a gyerekkoromban az édesanyám, aki könyvtáros volt, ő a Református Kollégiumban Debrecenben végzett, Szabó Magda korosztálya, és nem ugyanabban az évfolyamban, de ott végzett, és egy nagyon okos, nagyon művelt asszony volt, és ő nem direkt adta nekem a könyveket, hogy olvasd el, kislányom, hanem először ilyen tanmeséket mondott, mint például ez a sas mese is, amit használtam, és én ezeket mind elraktároztam, és rákaptam az olvasásra, a mesék világára, és ez nekem mindig vigaszt adott. Mert meg kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is okos, szép és művelt asszony volt, de porig égett, és ami ott történt, és sok rossz történt abban a faluban, ahol éltünk, ő azt rajtam verte le. Tehát ő nem engem vert, ő nagyon sokat vert. Tudják, mi az a poroló, amikor a szőnyeget porolják? Na hát volt részem benne, és ráadásul még kiabálta is, hogy te Isten átka. Szóval az gyerekekben ez megmarad. De ő nem engem vert, hanem a falut verte. Azokat az embereket, akik rosszul bántak vele. És mi a különbség a szeretet és a félelem között? Ugye milyen könnyen kötünk szerződést, szeretlek Andi, szeretlek Ildikó, szeretlek bárki, csak hogy ez egy olyan szerződés, amit bármikor könnyen visszavonhatunk, hogyha nekünk az nem kényelmes. De akitől félünk, azt soha nem merjük bántani, mert félünk tőle. És a legtöbb ember ezért adja föl az életét. Nem 100%-os életet él, csak 50-et, 30-at vagy 70-et, mert belenyugszik, mert fél, hogy mit szólnak a szomszédok, mi lesz majd, azért verem, mert azt nem büntethetem, mert félek tőle, hazamegyek és összeverem az asszonyt, vagy összeverem a gyerekemet. Hányan hallottunk már ilyen példákat, ugye? Sok van. Szóval én voltam az, akit itt-ott édesanyám megvert. És én nagyon nem is jó ez a szó haragudni. Én akkor úgy érzem, hogy én nem akartam, hogy ilyen anyám legyen. Én mindig, ha belenéztem a tükörbe, és anyámnak nagyon szép ruhái voltak, erre Ancsa ugyancsak emlékezhet, semmire nem jó sejem ruhái, gyönyörű cipői, amelyek ott lógtak csak a szekrényben, és én mindig szép akartam lenni, tehát fölhúztam ezeket a ruhákat, és ott libegtem, és belenéztem a tükörbe, és anyámat láttam, de nem azt az anyámat, aki az igazi, hanem akit én elképzeltem, és ettől olyan nagyon jól éreztem magam. És ezeket az emlékeket én elraktároztam, és megfogadtam magamnak, hogy ilyen meséket mondok magamnak. Én minden este úgy feküdtem le, hogy így leültem, és a térdemet átölelve azért imádkoztam, hogy pillangó lehessek. És hogy miért pillangó?
Mert amik biztos tapasztalták már, hogyha a pillangó rászáll a kezünkre, vagy ide a vállunkra, az olyan gyönyörűség, hogy pislogni sem merünk, mert nem akarjuk, hogy elmenjen, ugye? És én mindig pillangó szerettem volna lenni. Mert akkor elképzeltem, hogy én odaszállok anyukám kezére, akkor olyan szépen megsimogat, és akkor én érzem azt, hogy megsimogatott. Akkor érzem az anyai ölelést. Hát nem sikerült pillangónak lennem. És én nagyon sokáig nem éreztem az anyai ölelés melegét. De megtörtént a csoda, mert ballagásom napján, én a Pécset a Janus Pannonius gimnáziumban végeztem, és ballagásom napján állunk a Széchenyi téren, a második apukám, akit úgy hívnak, hogy Vince Ferenc, mert édesanyám később férhez ment, és ő volt a megváltó a családban. Én nagyon szeretem a apukámat. Sok mindent köszönhetek neki, mert ő a béke volt. Anyukám a vihar, ő a béke volt. És én nagyon szerettem azt. És apukám föláldozta magát értünk, mert 56 volt, én még gyerek voltam, és a faluban egyik nap, én nem tudtam, mit jelent az, hogy 56, meg hát kicsi volt, hát mennyi, 8 éves voltam. És akkor a faluban volt egy hosszú körmenet, félreverték a harangot, fölgyújtották a tanácsházát, égtek a papírok, füst, minden volt, és mentek, jöttek, mentek az emberek az utcán, és apukám ott állt az udvarunkon, mi is Edittel kint álltunk a kapuba, és néztünk, és a kedv ugye egyre magasabbra hágott, mint aratás után a bálban, és az egyik valakinek megjött a kedve, hogy akasszuk fel. Emlékeznek arra a filmre, hogy emberek a havason, valahol Európában az a címe a filmnek, hogy könyörgöm, akasszuk fel. Na hát ugyanez elhangzott, hogy könyörgöm, akasszuk fel, és kinézték Vince Ferencet, az én apukámat, hogy majd fölakasztjuk. Azért, mert elvette az én anyukámat, meg ezt a két gyerekét, és szerencsére nem akasztották föl, de annyira összeverték, de csak azért, mert miért ne valakit föl kell akasztani, és akkor azt mondta neki anyukám, Feri, menjél el tőlünk, hagyjál bennünket itt, mert téged megölnek. És az én apukám elment. Pécsre jött, mert volt egy nagybátyja, akinek szintén örök hálával tartozunk, és ő megvédte, és azért mondom, hogy föláldozta magát apukám, mert ő ide a bányába jött, és ő nem akart bányász lenni, mert félt, nagyon-nagyon félt. Mindig azt mondta, hogy majd csak akkor megyek a bányába, ha muskátlik nyílnak az ablakába. De hát mi ott voltunk, mi messze voltunk, és kellett a pénz, és mi 2,5 év után, majdnem 3 év után megkaptuk a levelet, hogy gyertek utánam. És akkor mi eljöttünk Pécsre, és utána itt valami gyönyörűséges életünk kezdődött, tehát Pécs nekem egy állomás volt. És ezt csak azért mesélem el, mert én nagyon sok rosszat kaptam, meg láttam, hogy a családom mennyi rosszat kapott, de mégis ennek köszönhetem azt, hogy kiépítettem magamba egy saját világot. És én elhittem azt, hogy nem lehet minden mindig rossz. Hogyha mi elképzeljük, elmeséljük magunknak azt, hogy az élet szép, akkor ha megváltoztatom az élményeimet, akkor a világ megváltozik körülöttem, holott nem a világ változik meg, hanem mi változunk meg. Hogyha mi elhisszük azt, hogy észreveszünk a szépet, a jót, akkor rögtön jobban érezzük magunkat. És attól a perctől kezdve, hogy mi Pécsre jöttünk, annyi minden megváltozott, annyi minden jó történt velünk. És visszatérve arra, hogy ballagásom napján ott álltunk a Széchenyi téren, Málika néném, apukám, meg anyukám, és akkor megkérdeztem tőle, anyukám, mi a szeretet? Mi a boldogság? És nekem azt mondta, kislányom, ha a szíved majd olyan könnyű lesz, mint a tolpihe, az a boldogság. De ha nehéz, mint a kő és lehúz, akkor föl kell állni, és tovább kell menni. És én akkor nagyon elkezdtem sírni, és azt mondtam neki, akkor most a te szíved olyan nehéz, mint a kő,
mert miattam te nem vagy boldog. Mert én vagyok az oka annak, hogy te nem vagy boldog. És akkor volt az első majdnem anyai ölelés, mert így a fejemre rakta a kezét, fejem tetejére, éreztem az ujjaival, már majdnem elért, már majdnem elért. És akkor azt mondta nekem, hogy ne sírj, mert nem hallod a szíved hangját. Nem tudod, hogy könnyű-e, mint a tolpihe. És akkor átöleltük egymást, és akkor én azt láttam, hogy körülöttünk, mintha angyalok lebegtetnék a szárnyukat, mintha pontosan föl szeretnének szállni. De nem szálltak föl, hanem hallottam, ahogy mondták egymásnak, így egymáshoz fordultak. Milyen szerencsések, milyen szerencsések. És én azt mondtam, Uramisten, hogy én milyen szerencsés vagyok, hogy nekem megadatott az, hogy ennyi minden ér, hogy ennyi minden formál, olyan vagyok, mint az agyag, az az értéktelen agyag, de hogyha hozzányúl egy kéz, és megfelelő tűzbe rakják, és megfelelő vízzel öntözik, és megfelelő kéz formája, akkor csodálatos agyag, agyagkorsó lehetek, és annyi minden belefér ebbe az agyagkorsóba. Nekem van egy, amit én kaptam az angyaloktól, Ildikótól, egy agyagkorsó, és tudják, mi fér bele a szereteten kívül? Fantasztikus vörösbor. És amikor ezt a vörösbort iszom, akkor eszembe jut az, hogy sem az éveket nem szabad számolni, se a szerelmeket nem szabad számolni. Egyetlen dolgot szabad csak, hogy mennyi szeretetet adunk, és mennyi szeretetet kapunk. És ahhoz, hogy kapjunk, ahhoz először adnunk kell. Szóval én kaptam egy korsót tele szeretettel, azóta gondoskodom, hogy vörösbor is legyen benne, úgyhogy így jó dolog. Tehát visszatérve arra, még mindig nem jutottam el, hogy miért lettem én író, mert nekem sok életem van, tele van mindenféle jóval, széppel, sok-sok rossz dologgal is, de hát az ember mindaddig, és ezt tanuljuk meg, mindaddig, amíg a markunkból nem engedjük el, és tele van a markunk mindenféle dologgal, és mindig kérjük, Istenem, adjál nekem valamit, adjál nekem valamit, adjál nekem ezt, azt, amazt, és akkor egy idő után vádoljuk az Istent, hogy hát nem adja meg nekünk. Hát hogyan kaphatnánk meg, hogyha a markunk tele van mindenfélével? Hát engedjük el azokat a rosszakat, azokat a időt múlt dolgokat, amelyekre már nincsen szükségünk. Nem szabad abba pompáznunk, én néha megteszem, tehát bort iszom és vizet prédikálok, vagy fordítva, ugye, hogy néha önsajnálatba esek. És nem szabad, mert ha nem engedem ki a kezemből azt a sok rosszat, nem dobálom ki a szívemből a rosszat, akkor nem kerülhet bele semmi, mert tele van, nincs benne, nincs helye már a többi jónak. Szóval mi elhagytuk az országot, én felnőttem, újságíró lettem, teljesült a vágyam. 5 éves voltam, amikor még a faluban anyukám átküldött a szomszédba egy bögre lisztér vagy tojásér, és a szomszédnéne egyedül lakott, és a házba beszélgettek, és én megkérdeztem, ki beszél. És azt mondja, hogy hát a rádió szól. Rádió, hát mi az a rádió? És akkor bementünk a szobába, és bemutatta a rádiót. Egy ekkora doboz, barna, drap húzattal, és egy macska szeme volt, egy zöld, hú-hú, így villogott. És én legyökereztem, és azt mondtam, hogy mentek ebbe a dobozba be az emberek? És akkor azt mondta nekem a szomszéd, de buta vagy te kis kató, hát azok nincsenek itt, ez csak a hangja. És akkor én azt mondtam, hogy hát én ebbe a dobozba szeretnék beszélni. És ha hiszik nekem, egy kívánságra mindig addig kell gondolni, amíg az nem teljesedik. És én 3. gimnazista voltam, amikor nekem ez megadatott. Az én szememben a rádió az valami csoda volt. És amikor Pécsre kerültünk, akkor az osztályfőnökünk, én 4. voltam, és megkért mindenkit, hogy rajzolja le, hogy mi szeretne lenni. Hát én a papírra gyönyörűen fölrajzoltam egy ekkora rádiót, mint most én vagyok, és akkor egy templomot is, hogy a harang
az messze vigye a hangot, hogy én a rádióba szeretnék beszélni, és akkor hazavittem, és megmutattam az anyukámnak, hogy ez az, amit én szeretnék. És azt mondta, hogy kislányom, hát én úgy szeretném, ha te lennél valaki, orvos, jogász. Hát minden szülőnek ez a vágya, hogy valami. És én mondtam, hogy én nem akarok valaki lenni, én rádiót szeretnék. És anyukámnak volt egy régi időkből egy gyönyörűen kígyóbőr, fekete kígyóbőr táskája, abba tartotta a családi dokumentumokat, és ezt is belerakta oda. És azt mondta nekem, hogy ha egyszer elfelejtenéd, akkor tudd, hogy mi szerettél volna lenni. És ez a vágyam harmadikos gimnazista koromban sikerült, mert Siklósi Margit néni, aki akkor volt még a Magyar Írók könyvesboltja, az minden héten vagy két hétben tartott a rádióban az új könyvekről egy kis ismertetőt. És anyukám könyvtáros volt itt a József Attila könyvtárban, és akkor Margit néninek elmondta, hogy hát ez a kis Katika szeretne egyszer a rádióban, ez az álma. Margit néni fogta a kezemet, mondta, holnap megyünk a rádióba. Nem aludtam, mert nekem a rádió még mindig ez a varázslatos dolog volt, és ott álltam a Cetkin Klára utca, akkor úgy hívták. És mikor bementünk, tehát úgy vártam, hogy én most meglátom a hangot a rádióban. És bementünk, és olyan csalódásért. Hát mindenki ugyanolyan volt, két füle volt, két lába volt, mindenki másnak. Szóval nem valami csoda dolog volt, és a szobák is, egyik iroda, a másik után semmi. És akkor történt meg a csoda, amikor megengedték, hogy körbenézzek, és ott volt a stúdió, hangfal, szigetelve, az asztalon zöld posztó, mikrofon, és látom ám, hogy a Margit néni meg egy valaki ott beszélget, de nem hallok semmit, mert hát az üvegfal az szigeteli, és akkor megmutatták, hogy hátra kell mennem, és akkor ott van, ahol rögzítik a hangot. És akkor hallottam a hangokat. És mikor egy kis zene volt, akkor szóltak, hogy menjek be a stúdióba. És megkérdezték, hogy mi nekem a rádió, és én akkor elmeséltem ezt az élményemet, és attól a perctől kezdve harmadikos gimnazista voltam, akkor föloldódtam, akkor ugyanúgy nevettem, mint ők, úgy csináltam, mint a nagyok, nem is gondoltam, hogy a mikrofon előttem van. Szóval elmeséltem ezeket a dolgokat, és akkor nyári munkára fölfogadtak, én voltam a Szaladgyi, de Szaladgyi oda kiskató, és ez nekem nagyon tetszett, és egy idő után Nógrádi Erzsébet, Isten nyugosztalja, nagyon sokat köszönhetek neki, Somogyvári Valinak, Kovács Imrének, csak sorolhatnám a neveket, akik megszerettek engem, és megfogadták, hogy ebből a kis tücsökből valami csodát fogunk faragni. És mit is jelentett ez? Hogy megtanítjuk hallgatni, megtanítjuk figyelni, megtanítjuk kérdezni. Kíváncsivá tettek, és én örökre hálás vagyok nekik, mert megadatott nekem az, hogy attól kezdve aztán én három országban, három nyelven a rádióban beszélek, és ez egy fantasztikus adomány volt. Ugyanígy ilyen adományt kaptam, és ezt is a saját falumnak és édesanyámnak köszönhetem, hogy nekünk a falon volt felakasztva egy gyúródeszka. És édesanyám ahhoz, hogy megnyugtasson, mert hát én azért mindig láb alatt voltam, és akartam, hogy figyeljen rám, megengedte, hogy erre a gyúródeszkára fölrajzoljam az álmaimat. És én minden nap fölrajzoltam az álmaimat, és ez egy olyan fantasztikus dolog volt, és elhittem, hogy enyém lesz a világ. És hogy még ezt tetézzük, édesanyám kezembe adott egy nagy könyvet, ekkora. És épp hogy csak tudtam olvasni, nagy betűkkel rá volt írva, hogy Világatlasz. Wow! Csupa kék, zöld, krikszkrakszok. És kérdezem, hogy mi ez? És mondja, hogy ez a világ. És mondom, mutasd meg nekünk, hogy hol van a világ, hol vagyunk mi ebben a világban. Hát mi nem vagyunk a világon. És akkor én azt mondtam, hogy én meg akarom ismerni ezt a világot. És hála az Istennek, megismertem a világot, megadatott nekem ez. Úgyhogy eljutottam Rómán keresztül Torontóig, Torontóban élünk 33 éve, és minden olyan jó volt, minden olyan szép volt, minden olyan, mint a mese, amiről álmodtam, és egyik napról a másikra elvesztettem a szemem világát, és a jobb szemem azzal elég
jól láttam, de a bal szememmel egyáltalán, és akkor volt az, hogy iszonyúan rosszul éreztem magam. Rozsdásodott a lelkem szabályosan, mert én egy televíziós ember vagyok, mit tudok én csinálni, hogyha nem látok, ugye? Azt mondta Victor Hugo, hogy a vakok között a félszemű a király. Hát én két szemmel szerettem volna látni a világot. Én 4,5 hónapig egy masszázsasztalon feküdtem, annak az ovális nyílásába volt a fejem, és nem lehetett fölemelnem, se oldalra fordítanom, se semmit, mert az ideghártya állandóan levált, és már végén úgy néztem ki, mint egy állatorvosi ló, amin minden előfordult. És akkor álmodtam. Én nem akartam élni. Én azt mondtam, hogy én nem akarok pup lenni a férjem hátán, vállán. És akkor álmodtam. Nekünk nagyon szép konyhánk volt, most már eladtuk a házat, másikat vettünk, de akkor gyönyörű volt, minden kézzel festett, és egy fikuszfa volt a konyhánkban, és azt álmodtam, hogy törölgetem a fikuszfák leveleit, és egyszer csak kiszállt egy kolibri. Utána még egy. És attól a perctől kezdve kristály tisztán láttam mindent, a színes világot. És így kinyújtottam a karomat, és vártam, hogy rám szálljanak a kolibrik, de fölébredtem. És ez az álom olyan erős maradt bennem, hogy a mai napig sem tudom elfelejteni, és ez indított el, és mikor fölkelhettem az ágy, a masszázsasztalról, akkor azt mondta az orvos, hogy megtettünk mindent, de nyugodjak bele, hogy vak vagyok. Nem is ebbe hogy lehet belenyugodni. És megnéztem, hogy ez az álom, vajon mond-e nekem valamit, hogyha itt van, nem tudom kitenni a fejemből, és akkor Gyökösi Endre mondta azt, hogy az álmok suttogások egy másik világból. És mi volt ez a suttogás? Megnéztem több nyelven is, hogy mit jelent madárral álmodni, és azt mondja, meggyógyulsz, ha magad is akarod. Hát én felejtettem a halni szándékot, mint a lóversenyen a lovak, elindult bennem a gyógyulási vágy, és amikor fölkelhettem, kikutattam, hogy a régiek mit tettek azért, hogy a szemükben újra megjelenjen a fény, de az egyiptomi, a kínai, a szanszkrit, a föníciai, szóval mindent, és a mai kutatási eredményeket is. És akkor írtam meg, ja, hogy az eredmény mi lett, hát az, hogy most itt állok önök előtt, és látom mindenkinek a csillagot a szemében. És nem nyugodtam abba bele, hogy ez, hogy csak én velem történt egyfajta csoda, hanem azt akartam, hogy mindenkivel megtörténjen ez a csoda. Hogy igenis, hogy nem szabad föladni, nem szabad elhinni, hogy bármennyire is jó orvosi ellátás van, és mindent megkaphatunk, de én nem hiszek abban, hogy szabad valakinek azt mondani, hogy add föl a reményt, hogy már nincs mit javítani rajtad. Mert ha föladjuk a reményt, akkor minek élünk, nem? Akkor neki mehetünk a falnak, vagy leugorhatunk az emeletről. És én megfogadtam, hogy ha nekem visszajön a fény a szemembe, csak egy aprócska szikra is, akkor ezt erről tudni kell. És akkor megírtam ezt a könyvet, ami tulajdonképpen az a címe, hogy akaratunk gyógyereje. Meg kell, hogy mondjam, hogy a sikerlista élén van még a mai napig is, és angolul is megjelent, hogy nem is... Mert leírtam mindent, amit én tettem, de nem az, hogy vedd be ezt, edd meg ezt, ez is benne van, de a történetek. Mert az élet az egy olyan fantasztikus dolog, nem véletlenül történnek dolgok velünk, azokat észre kell venni. Minden pillanatban kapunk valamiféle üzenetet, amire oda kellene figyelnünk, csak mi így elmegyünk mellette, nem vesszük észre, hogy mi az, amire figyelnünk kell. És én találkoztam a csillagánissal, olyan fűszerekkel, amelyek nekem segítettek visszanyerni a látásomat, már gyerekkoromban találkoztam, csak nem tudtam vele mit kezdeni. A csillagánis, vagy azzal jósolták meg egy fűszerrel, amit úgy hívnak, hogy kurkuma, megjósolták, hogy el fogom hagyni ezt az országot, mert nekem dolgom lesz a kurkumával. Én előtte soha nem láttam ezt, és melyik fűszer a legjobb arra, hogy meggyógyítsuk, visszanyerjük a szemünket, szemünk látását, a kurkuma. A csillagán is a kurkuma, de mesélhetném még a többit is, de ez a könyvben benne van. Tehát ez nem is egy könyv, hanem egy 4 szólamú
kantáta, ami azt hiszem, hogy minden szívet megérint. Szóval én így kezdtem el írni, és képzeljék el, hogy azóta nem tudom abba hagyni. Rákaptam az írásra. Ezt most komolyan mondom, hogy csak úgy dőlnek belőlem a történetek, és azért mondom, hogy én nem tudom, hogy én író vagyok-e, mert ez egy felelősségteljes cím vagy rang. Én csak addig tudok írni, amíg az én lelkem vezet engem. Tehát én nagyon hiszem azt, hogy a szavak, azok nagyon fontosak, hogy kimondjuk és úgy mondjuk el az érzelmeinket, ahogy vannak, mert a legtöbben félünk elmondani, hogy mit gondolunk, hogyan gondoljuk, mit érzünk. Nem tudjuk elmondani, pedig ezt el kell mondani, mert csak akkor érezzük azt, hogy boldogok vagyunk, hogyha el tudjuk mondani, hogy miért szeretlek. Én azért nem vagyok, én már kezdek öregedni, régi vágású ember vagyok, én nagyon tisztelem a technikát, a technológiát, a fantasztikus virtuális világot, amihez nem értek, de azért haragszom egy kicsit, mert ilyen SMS-eken kommunikálnak nagyon sokan már, ami az új világ, természetes. De ha a mi gyerekeink már így kommunikálnak, vajon az ő gyerekeik hogyan fogják elmesélni, hogy miről álmodtak, hogy mi van a szívükben, hogy mi az, ami foglalkoztatja őket. Hogyha csak teszteket töltenek ki, kipipálják, vajon hogyan növekszik a szókincs? Honnan fogjuk azt tudni, hogy milyen íze, illata, milyen csodája van egy szónak? Azt szokták mondani, hogy a szóval, a szavakkal jól kell bánni, mert mennybe vihetnek, vagy mint egy bombonos cukor, beadjuk a másiknak, oda mondjuk a másiknak, és méreg van benne. Tehát azt én arra nagyon-nagyon vigyázok, és tényleg, ha én a lelkemmel beszélek, akkor én magyarul beszélek, mert ez egy olyan csodálatos nyelv. Én nem ezen a nyelven dolgozom már 30 éve, 33, de az én lelkemben ez a nyelv az, ami a csoda. Én ettől olyan gazdag vagyok, én annyira szeretem, mert ezen el tudom mondani mindazt, ami bennem van, mindezt, amire gondolok, amit érzek. És ezek a levelek azért születtek meg most, hogy az édesanyám tudja, hogy érezze, hogy azok a szavak, amelyeket először ő adott a számba, azok a gondolatok, amelyek azért születtek, mert ő volt az én anyám, azok engem emberré tettek, nem csak engem, hanem mind a két testvéremet, mert nekem van egy nővérem, és van a második házasságából anyukámnak egy húgom is. És én azt hiszem, hogy én anyukám nem volt művész, ez én anyukám nem volt festő, az én anyukám nem volt színész, de embert faragott belőlünk, és ez egy óriási teljesítmény. És gondolom, hogy önök ugyanezt elmondhatják valamennyien, akik mindenkinek volt egy anyja, mindenkinek van egy anyja, van egy apja. És azt hiszem ez a legtöbb, amit egy ember elérhet, hogy a gyereke azt mondja, köszönöm szépen. És én azt mondtam, és ezt én nem tagadom. Nekem nagyon sokszor volt bánatos a szívem amiatt, mert nem éreztem, hogy anyukám, mert nem mondta ki. Én nem éreztem azt, hogy engem úgy szeretne, ahogy nekem ez kellene. Mert mindenki másképp szeret, mindenki csak annyit tud adni, amennyi a szívében van. Ne akarjunk többet. Csak annyit tud adni, amennyi a szívében van. Úgyhogy én azt a maximumot megkaptam édesanyámtól, de ez nem volt nekem elég. Én ezért vágytam arra, hogy én többet adjak majd a gyerekeimnek, többet adjak a férjemnek, többet adjak a barátaimnak, hogy tudják azt, és én naponta elmondom, hogy szeretem őket. Mert ez fontos, mert hányan mennek úgy el az életbe, hogy nem mondják ki. Amikor az én anyukámmal elsuhant az angyal, akkor lehet, hogy szólásra nyílt a szája, lehet, hogy el szerette volna mondani, hogy szeretlek, kislányom, de az angyal nem adott időt. Mert volt a születés és a halál között volt a köztes idő,
És ez az a köztes idő, mindegy, hogy meddig tart, az pontosan elég arra, hogy ezeket a dolgokat elmondjuk. Na most van egy olyan orvosi vélemény is, Elizabeth Rossnak hívják, ezt egy svájci doktornő, aki 20 vagy 25 éve tanulmányozza, kórházi orvos, azokat a betegeket, akik éppen induló félbe vannak a más világra. És azt mondja, hogy el kell hinnünk azt, hogy semmi nem fontos, hogy mi történt a múltban. Nincs késő, még soha nincs késő, még 10-20-25 év után is tisztázni lehet azt, amit tisztázni szeretnénk. Az én édesanyám 15 évvel ezelőtt halt meg, és úgy halt meg, hogy nem, mind a kettőnkben hiány maradt. Adósak vagyunk egymásnak, igen. És most én ezekkel a levelekkel úgy érzem, hogy törlesztettem. Az én anyukám úgy halt meg, előtte kérte nekem, hogy kislányom, mert az utolsó napokban, mikor mielőtt meghalt volna, hazajöttem, és az ölembe vettem, én voltam a anyukája, ő picike volt, mint egy kis madár, és együtt sírtunk, és én akkor meséltem neki az életről, a szél zizegésről, a nap erejéről, meg mindenféle szép dologról, és azt mondta nekem, hogy ír nekem, kislányom, leveleket, jó nagy betűkkel, hogy el tudjam olvasni. Mert nem szeretném elfelejteni az élet ízét. Nem szeretném elfelejteni, milyen színe van a földnek. Nem szeretném nem tudni, hogy milyen illata van a virágoknak. És én 15 évig vártam arra, hogy teljesítsem a kérését. Először nem mertem, de ha hiszik, ha nem, és ez így igaz, én 15 év alatt állandóan éreztem azt, amikor olyan rossz idők jártak nálam, mert mikor ott feküdtem a masszázsasztalon, azért az nem volt egy halleluja, és éreztem azt, hogy ott van körülöttem. A hajának kamilla illata volt. Olyan gyönyörű szőke volt, mint a búzamező, de nem, sokkal szebb, mint egy tábla, búzatábla színe. És bizonyos dolgokat megéreztem, hogy akar tőlem valamit, hogy akar tőlem valamit. És olyan álmom volt, én nem szoktam gyakran álmodni az édesanyámmal, és képzeljétek, egyszer azt álmodtam, hogy dolgoztunk, a férjem ment a operatőr, nagyon jó operatőr, én pedig a televíziónál szerkesztő, újságíró és műsorkészítő vagyok, és mentem egy riportra. Ez az álmom. Megyünk ketten, és a férjem ment külön, én külön, és hogy majd otthon találkozunk. És akkor elfelejtettem magammal vinni a mikrofont. És hívom a férjemet, aki már hazament, hogy mégis én is hazajövök, mert nem tudom megcsinálni a riportot, mert nincs mikrofonom. Azt mondta, így szó szerint, gyere gyorsan, mert itt van édesanyád. És így beleborzongtam, hogy ott van az én édesanyám. És kinyitom az ajtónkat, és a zongoránk mellett ott áll az én édesanyám. És akkor közeledik hozzám, és átölel, és mintha sugna nekem valamit, és én akkor azt kérdezem, édesanyám, te nem haltál meg? És azt mondja, de kislányom, meghaltam, de már föltámadtam. És ez az álom annyira bennem maradt, hogy én elhiszem, hogy az én édesanyám akart tőlem valamit. Akart. És 15 év után most vettem a bátorságot, és azt mondtam, hogy hát én most leülök, és megírom a leveleket. 42-t, hogy elengedjem, hogy megnyugodjunk mind a ketten, és hogy azokból a keserű pillanatokból, amelyeket mi átéltünk, gyönyörű emlékeket formáljak. És most elmondom, ha én újra születhetnék, akkor újra édesanyámnak születnék meg. Úgyhogy én nem tudom, hogy ki mennyit gondol a édesanyjára vagy az apjára, ki hányszor mondta el nekik, hogy szeretlek, ki hányszor kérdezte meg, hogy mit álmodtál, mi bánt, mi a te kedvenced, mit szeretnél. Én nem kérdeztem meg soha édesanyámtól.
és ez bennem van, én örök anyahiányba szenvedek. Úgyhogy aki még megteheti, nagyon szépen kérem, hogy tegye meg, úgy menjenek haza, hogy öleljék meg, ha még meg lehet. Mert sose tudjuk, hogy mi az, ami ma van, mert lehet, hogy a ma után jön a holnap, de az is lehet, hogy csak az örök élet jön. Tehát ne hagyjunk adósságot magunk mögött. És én tiszta szívemből kívánom, hogy ne felejtsék, valamennyien zenével jöttünk a világra. Magunkkal hoztuk anyánk szívének dobogását. És aki zenével jött a világra, annak minden sikerülhet. Próbáljuk meg. Sikerüljön nekünk, hogy valamennyien egészségesek legyünk, boldogok, tudjunk örülni, tudjunk szeretni, mert nem nagy dolog ám azt érezni, hogy milyen az élet. Mert valamennyien temetettek leszünk egyszer, de valamennyien a menny felé igyekszünk. És akarjuk, higgyük, hogy az élet az szép, az gyönyörű, azt nekünk találták ki. Hát miért ne lenne gyönyörű az életünk? Hát azért szép, mert állítólag Isten a maga képére teremtett bennünket. Hát ő pedig tökéletes. Hát nekünk ezen kell dolgozni, hogy testünk, lelkünk ragyogjon. És ha boldogok vagyunk, és hogyha örülünk egymásnak, ha szeretjük egymást, akkor ragyogunk. Hát megígérte nekem, hogy én gyönyörű leszek, ugye? És én egyre szebb vagyok, nem? Gyönyörű. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és egy dolgot azért szeretnék elmondani. Megtisztelt engem azzal, hogy szeretne valamit elmondani. Itt egy székelymesét, vagy bármit a költő úr, úgyhogy legyen kedves. Ugye megengedik, hogy átadjam egy pillanatra, mert úgy jó, hogyha mindannyian örülünk egy kicsit. Jó? Lénárd József, életműdíjas pécsi költő. Általában olyanokat szoktam írni, ami megtörtént velem, vagy velünk. Dicsértessék, adjon Isten! Már sötétedett, apró kis fények villantak fel a fűszálak között. Szent János bogarak, mint piciny útmutatók villogtak. Az út meredekre szaladt, s megálltunk, mint gyenge álmaink a csönd úgy simult a tájba, s az alkonyat ég festette sötétjét, s az erdők készültek berepülni az éjszakát. A táj, mint régi ismerős, bólogatott, nem engedte a rohanást, Erdélybe voltunk. Zajos kis patakok, hol jobbról, hol balról ugráltak, a köveken apró csobogást. Itt vagyok, s eltűnt egy híd alatt, majd újra megszólalt, mint kis zuhatag. Erdélybe voltunk, ahonnan az idő Vas Albert messzire űzte, s vajon ki hallotta meg fájdalmas hangját? Adjátok vissza a hegyeimet! A távoli rokonokat mentünk látogatni. Szegényes életek gazdag ölelését, az együtt mondott régi fohászokat mentünk megkeresni. A szomorúság terhét nem akartuk magunk terhével tovább építeni, ezért Székelyudvarhelyen a parkolójában tanakodtunk, hogy hol keressünk szállást. Egyszer odajött egy kis székely fiúcska, lehetett vagy 10 esztendős, és megszólított bennünket. Dicsértessék, így a fiú. Adjon Isten, mondom én. Tessék már mondani, szállásuk van-e? Folytatta a fiú. Nincs, mondtam röviden. Akkor nálunk egy kevés kéért megszállhatnak, felragyogott a fiúcska szeme. Ó, mondom örömmel, téged a jóisten küldött, nem a. Húzta feszesre magát, idd sapám.
De olyan hangsúlyjal mondta ezt, hogy idősapám, hogy azt hallani kellett volna mindenkinek. No gyere, mutasd az utat. És a fiú beült az autóba, megsimogatta szeretettel, megsimogattam a fejét szeretettel, és kérdeztem. Ugye édesapádtól kapsz egy kis pénzt fagyira, mert szerzed a vendégeket. Fiúcska furcsán nézett rám, és fészkelődött, majd szemem közé nézett, igencsak büszke szemmel, és a következőt mondta. Egyszer idősapám veszi a ruhát, nem? Nem tudom, hogy még bírják-e, de én nagyon szépen köszönöm, ez olyan aranyos volt, olyan szép volt, ugye? A szülői szeretet, édesapám veszi a ruhát, nem? Gyönyörű. Én szeretnék köszönetet mondani az Alexandra kiadónak, mert valamennyi könyvemet ők adják ki, és azt hiszem, hogy sejmesek, gyönyörűek, szívet melengetők, már csak ha megfogjuk akkor is. Nagyon szépen köszönöm a mai esti vendéglátást, és amit én szeretnék megköszönni, hogy Pécset élhettem, nekem annyi élményem volt, itt kaptam egy útravalót, és ezt úgy szeretném, ha megjegyeznék, és segítenének nekem kitalálni, hogy ki küldhette ezt el. Balagásom napján kaptam egy dísztáviratot az iskolába, a Janus Pannonius gimnáziumba, ami ez áll. Tehát ez áll a ballagásom napján a disztáviraton. A nevedet csak a tablóról tudom, per aspera ad astra. A porból a csillagokig. Na most ez egy olyan fantasztikus üzenet volt, és bevallom, a mi tablóképünk kint volt a Centrum áruházba, akkor még ott a Széchenyi téren, és a mai napig nem tudom, pedig hát azért elég sok helyen elmondtam már, és nem tudom, hogy ki küldhette. Ugye, hogy egy angyal volt? Ugye? Én tudom, hogy nekem az angyalokkal dolgom van, és a mai napig is, hát nem mennyi angyal vesz itt engem körül? És én annyira hálás vagyok Pécsnek. Az én apukám bányász volt, és én öregmeszesen az Apafi utcában laktam, és nálunk minden égi volt ilyen értelemben, mert én nagyon szerettem apukám, egy csodálatos ember volt, korán beteg lett, mert a bánya azért beváltotta az ígéretét, a bányában félni kell, mert nem lehetett tudni, hogy mi történik, és ő nagyon hamar beteg lett, és volt hátul a kis, az Apafi utca egy ilyen sorház, és volt hátul is egy bejárat meg elől is, mi mindig hátul mentünk be, és volt egy kis terasz cementből, és tele volt cserepes virágokkal, és apukám kint ült, és gyönyörű hangja volt, és akkor minden este fölnézett az égre, mi ott ültünk hárman mellette, meg anyukám is, amikor ráért, akkor kiült, és akkor Ancsa sokkal jobban tudná ezt énekelni, hogy csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, ugye? És apukám minden este ezt elénekelte, és úgy elkezdte számolni a csillagokat. Emlékeznek a vasutasok, amikor mentek, és a kerekeket kopogtatták? Na most ő ugyanúgy megkopogtatta az ujjával az összes csillagot, és amikor mindegyik a helyén volt, akkor elhitette velem, hogy a csillagos ég egy varázslat, és én azóta is minden nap felnézek az égre. És tudom, és ő mutatta, hogy nézd csak meg, ez itt Arcturus, az öröm csillaga. Ez az, ami téged kísérni fog. És nekem, engem vonz az égi varázs. Ez egy gyönyörűséges, mert amikor az ember olyan nagyon egyedül van, akkor tudja, hogy még sincs egyedül, mert a csillagok ott vannak velünk, vezetnek. És én tudom, amikor én megszülettem, annyi csillag volt az égen, és azt is tudom, biztosan ismerik a mesét, hogy Tündér Erzsébet, mikor meghívták, hogy egy pásztorlány keresztelőjén vegyen részt, akkor a tejút csillagporát beleszórta a keresztelő vizébe.
És én úgy érzem, hogy az én keresztelő vizembe is beleszórta Tündér Erzsébet a tejút csillagporát, és itt van bennem, és ez világít. És miután édesanyám meghalt, és miután megírtam ezeket a leveleket, egyik éjszaka kiálltam az udvarunkba, gyönyörű csillagos ég volt, és akkor fölnéztem, és azt mondtam, hogy anyukám, most tudom, hogy ott ülsz egy csillag lába alatt, és kezedben vannak a levelek, és olvasod. Hát nézd le rám, ebben a nagy feketeségben, ami itt van lent, csak én ragyogok, én vagyok az a kis csillag, akinek a szívében még ott van ez a csillagpor, és tudd, hogy a szeretetem a tied. És akkor sziporkázni kezdtek a csillagok. Tudom azt, hogy tudja, érzi, hogy velem van, és én nem tudom elégszer megköszönni az égnek, még akkor is, ha mi nem kapcsolódtunk össze, de most tudom, most igazán tudom, hogy az a két életfonal, ami az övé meg az enyém, most összekapcsolódott, de nem akármilyen csomóval, hanem Herkules csomóval. Tudják, mi a Herkules csomó? A Herkules csomó olyan szoros, olyan biztos, mert benne van Zeus fiának, Herkulesnek isteni ereje és a földi emberek szeretete. Tehát ez a Herkules csomó tart össze bennünket, és valamennyiüknek azt kívánom, hogy ilyen Herkules csomóval kössük össze az életünket, legyünk együtt, szeressük egymást, tiszteljük egymást, mert csak ennek van értelme. Soha senki ne felejtse azt, hogy nem jó úgy elérni az életünk végéig, amikor azt mondjuk, hogy ó, még ezt is meg kellett volna csinálnom, azt is meg kellett volna csinálnom. Én úgy élek, és ez nem dicsekvés, és köszönöm a férjemnek, hogy nekem se félni, se reménykedni nem kell, mert minden úgy jó, ahogy van, és miért ne lenne jó? Mert csak a szépet, csak a jót szabad észrevenni. És én azt kívánom önöknek, hogy ne jöjjön soha el az az idő, amikor meg kéne kérdezni saját maguktól, hol is voltam én akkor, amikor álmodnom kellett volna? Hol is voltam én akkor, amikor ezt vagy azt meg kellett volna tennem? Hát tegyük meg most. Tegyük meg most, mert mielőtt még elmegyünk állítólag, számon fogják tőlünk kérni, hogy miért nem tettük meg. Hát nézzünk szembe magunkkal, és azt mondjuk, én ma ezt megteszem. Ehhez kívánok erőt, egészséget, tiszta szívet, nyílt szívet, és sok-sok ölelést. És nagyon szépen köszönöm a türelmüket. Hitem szerint csak az Isten ajkát éri ambrózia. Ám Katalin erre most rácáfolt, mert ebből a mannából, amit úgy hívunk, hogy szeretet, ez bizony-bizony szétosztotta itt közöttünk. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy először is Dévényi Ildikónak nagyon köszönöm, hogy elrepítette hozzánk. Mert angyal szárnyakon. Igen. Igen, mert akik így angyalok és barátok, azok természetesen könnyen röködnek ide. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Általában úgy szokott történni, egy párbeszéd, egy talkshow vagy egy párbeszéd szokott itt a könyvbemutatók alkalmával, de fölösleges, hát nem kell itt elrontani semmit. Ennél kell kebenni, ennél kell bennni, nem kell. Most már késő. Igen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egy kis virágot fogadjon el az Origóház és a Cinke program nevében. És az emléklapot is. Igen. És hát egy emléklappal is készültünk, hogy itt járt nálunk, hogy esetleg köszönöm. Az újhonban még tud majd rá gondolni. Van helyem, van még helyem. Gyönyörű. Köszönjük szépen a jelvétét, és hát Ildikónak is nagyon megköszönjük, hogy elhozta közénk az angyalt, a harcost és a csicsergő madarat ebből a távoli földrészről. Van egyébként Kanadában már olyan művész kapcsolatunk is. Nagy örömmel hallgattuk itt ezt az előadást.
itt a sasmadár kapcsán nekem Müller Péter jutott eszembe, aki a második, tehát a világháborúban ő bizonyos csatát egy föld alatti gödörben töltött el az anyukájával, és jó szívvel emlékszik vissza, mármint nem a háború, hanem arra a biztonságra, amit az ölelés jelentett, és így az ön mondandójából is ezt vettem ki, hogy a félelmet jelentett a sasmadár, de ott volt a testvér szerető ölelése, és ez mindent át tud hidalni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Ildikó, ezt az estet, és kérünk majd az emléklapra is egy aláírást. Igen. És egy meglepetésként van egy közösségünknek, ennek a cinke kulturális missziónak egy kis jelvénye, és ezen a jelvényen keresztül egyrészt Ildikónak szeretném átadni, és másrészt Katalint megkérni, felkérni, ez egy kis meglepetés, hogy legyen a mi cinke követünk. Ott távol, Torontóba, ha már Pécshez ilyen gyökerek kötik, és ilyen szép emlékei vannak, ahogy én értettem, a középiskolás időszaka és az embernek az meghatározó, ide kötötte Pécshez, és hát a tévés múltja, ami ide kötötte és jó emlékkel gondolkodik, ezt szeretném, hogyha elfogadná, és egyfajta tiszteletbeli cinke követként egymás hírét vinnénk a nagyvilágba, nyilván a magyarság, a magyar kultúra, de természetesen más népek együttélésében gondolom én ezt. Hadd növekedjen a cinke követeinknek a száma, mert van most már belőle több, és ezt szeretnénk tovább erősíteni a magyar diaszporákban élő küldetéssel bíró személyeken keresztül, úgyhogy még egyszer köszönet. És hogyha zárásról kerül a sor, akkor hadd köszönjek úgy, hogy jó szerencsét. Egyrészt örömmel hallom, hogy bányász múlt van. Én is dolgoztam egy picit a bányánál, meg a szüleim is, szülőm is, nagyapám. És hát ez a jó szerencsét szó, ez több módon is szép köszönés. Nem csak a bányászok köszöntése volt, hanem ez a szó. De sokkal szebb, mint egy odavetett jó napot, vagy good morning, vagy good evening. Ez a jó szerencsét magába hordozza a jó kívánságunkat is. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.